Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézivezérlés extra nézőit. Egy régi kedves ismerőssel fogunk beszélgetni a mai műsorban, Skalicki László mesteredzővel. Szia Skala, köszi, hogy itt vagy. Nyár derekán, kipihenten, nyaralás után beszélgetsz velünk. Arra gondoltam, hogy itt azért teljesen adekvát lenne a kérdés megkérdezni, hogy hogy vagy, de hát konkrétan csak rád kell nézni, hogy kipihenten, kivirultan, kisimultan. Szóval ugye nagyon jól vagy. Na, komolyan, nagyon jó. Ilyen nyaram már régen volt, tehát amikor ugye nem kellett azon gondolkodni, hogy mi lesz a kézilabdával, hanem arra, hogy magammal mit csinálok. És ez most jót tett. Sok úszás, kis kondi, kis napozás, úgyhogy ki lehet bírni az életet. Nagyon helyes. Merre jártál, ha szabad kérdezni meg? Törökországban voltunk, ugye a feleségem a 45. házassági évforduló. Aztán. És 5 évente azért kijutunk, úgyhogy egy nagyon jó hotelben voltunk, nagyon jó ellátásból éreztük magunkat, úgyhogy ránk is fért. Szuper. Na, akkor, hogy rákanyarodjunk egy kicsit azért a témánkra. Ilyenkor, amikor nyaralsz, amikor pihensz, akkor bírod teljesen kézilabda nélkül? Bevallom, hogy most volt először, hogy igen. Igen, néha, hogy azért rá kattintottam a kézlabdás hírekre, de az az igazság, hogy elég tömény volt ez az időszak, és nagyon sok kézlabda meccset néztem, elneveztem ugye legutoljára a junior világbajnokságot a fiúknál, ugye követtem azért a lányokat is, azt ugye csak inkább hírből. Én igyekszem képben lenni a kézlabdát tekintve, meg minden versenyt tekintve. Tehát összességében azért a napjaim 12-14 óra kézlabdával telnek, úgyhogy most kihasználtam, hogy úszás volt, különböző kulturális programok, a feleségemmel voltunk, kirándulások. Tehát most igyekeztem elengedni, szükség is volt rá. Szuper. De most azt mondtad, hogy nem kellett előre gondolkozni a kézilabdára, az azt jelenti, hogy a következő szezonra nem is gondolkoztál semmiről? Hát, mivel más nem gondolkozott rólam, ugye nehéz úgy gondolkodni. Pont úgy számba vetettem, hogy ugye voltam férfi vonalon, MB2, MB1B, MB1 női vonalon, MB1, MB1B, most akkor lehet, hogy az MB2 jön, de gondolkodásban. Az az igazság, hogy ugye nem volt megkeresés tavaly. Nagyon szép feladatot kaptam a Csurgói kézilabdaklubtól. Nagyon szerettem a nőknél is dolgozni, és a fiúk megkértek, hogy a Baranyi Norbinak segítsek. Varga János elnök ura régóta ismerjük egymást, jó kapcsolatot ápolunk, és én szívesen tettem. Tehát igyekeztem azt a látásmódot, azt a szemléletet egy kicsit átadni, amit képviselek. Nyilván szabad volt a keze a Baranyi Norminak, hisz ő határozta meg, hogy ebből mennyit fogad be. Én azért igyekeztem meccseket elemezni, látásmódot, bizonyos egyéni képzésekben részt vettem. Tehát jó volt, egy felüdülés volt végül is. Tulajdonképpen konkrét felelősség nélkül a kézilabdáról gondolkodni, de mégis a kézilabdában lenni. Így tudtam élőben is sok meccset megnézni, BL meccset, ami előtte azért úgy kimaradtak. Meg hát azért így is nyomon követtük, tehát hál' Istennek ugye a Sport TV-nek köszönhetően azért a nyomon követhetjük a világ kézilabdázását. Na de akkor most ennek vége? Ennek a csurgói munkának? Igen, hát úgy döntött az elnök úr, hogy akkor most nézzük meg a Norbit, tehát ez valahol rendben is van, hisz egy tapasztalat után valahol önállóan, tehát azt a karaktert képviselve saját szájú íze szerint. Nyilván így is azt tehette, de nyilván nem kotnyeleskedik ott senki bele. Én sajnálom ezt az évet, mert több volt benne, összességében hiányérzetem magam részéről is, tehát hogy ott volt, lett volna lehetőség, hogy a dobogóért harcolunk, nem mondom, hogy az lett volna a cél, csak egy, nekem mindig voltak olyan terveim kluboknál, ahol voltam, hogy van most mit csinálni, mert addig ott nem volt. Tehát, hogy már itt a Csurgó volt, már dobogós, tehát hangsúlyozom, de most ebben a szakaszában egy felfelő ívelő ágat fusson. Ez sajnos nem sikerült, éppen beestünk a 6. helyre, tehát így maradt hiányérzet. És a lányoknál ott akkor ott se folytatod a missziódat? Nem, ott is ugye a felnőtt kézlabdázást
elengedte az elnök úr, Szászai Bence elnök úr, utánpótlás nevelésre gondolnak. Elég nehéz volt játékosokat odahozni, pedig úgy gondolom, hogy kiváló menedzsment van, jó feltételek, lehetett volna fejlődni. Úgy gondolom, hogy talán még az elmondva volt, de hát ezt idézőjelbe teszem, ahhoz, és mégsem tudtunk akár kettősen, mondjuk messze is voltunk, talán a neka volt közelebb, hogy olyan játékosokat, hogy esetleg egyszer úgy az NB egy felé kacsingatni. Tehát ami úgy vágyunk volt, és ez úgy nem jött. Tehát messze van Budapesttől, nehéz a játékosokat mozdítani, meg úgy érzem, hogy a játékosok sem kötődnek úgy a mai kézilabdában valahova. Tehát ilyen rócsót látok, főleg a lányoknál. Nyilván itt meghatározzák a párkapcsolatok, az az élet, amit civil életükben folytatnak. Tehát, hogy mennyire elkötelezettek, mennyire elhivatottak, és így nehéz volt. Hiába volt meg minden szakmailag, hogy egy jó lépcső is onnan tovább tudjanak lépni. Úgy érzem, a középszerrel megelégednek a magyar fiatalok, játékosok, inkább azt nézik, hogy van egy fix összeg, azt megkapják, akkor azzal elvannak. Tehát nem érzem azt, hogy a határaikat, tehát az aszimptótáikat támadnák, és megnéznék, hogy meddig tudok elmenni, hanem túl hamar belőlek abba a dologba, és utána olyan szokásokat esznek föl, és itt mentálisan is gondolom, amely rossz irányba viszi őket. Tehát nincs a kísérletezés, nincs a, valahol nem fogadják el a hibázást. Talán ebben mi edzők is hibásak vagyunk, hogy ha nem engedsz hibázni, akkor hogy tudsz tökéletesedni? Ugye én is hibázgattam itt tökéletesednek, majd reméljük műszaki téren, de azt hiszem, hogy engedni kell, és valahol az a csúcsrajáratás, az sokszor túl hamar történik, amit nem tud kezelni senki. Illetve kezeli az... Ez egy új jelenség? Hát én úgy gondolom, hogy ez most egy trend lett, ez most már egy év, tehát ebben a dologban úgy megjelenik, tehát a gondolkodásmódban. Én úgy gondolom, hogy a szakmai igényességhez a gondolkodásmód az első lépés, a második a nehézségekkel, hogy tudsz megbirkózni, mennyire bírod a fájdalmat ahhoz, hogy... De ez 10 éve nem így volt? Szóval én úgy gondolom, hogy most erősödik föl. Ez a tendencia már jött is. Szerintem én a 90-es évek végén, mikor Tiszavasváriba, hogy NB1-es edző után elmentem, úgy gondolom jó döntés volt, mert ez a Dunafer előszobája is volt, kipróbáltam sok dolgot, akkor is már a érzelmi intelligenciának a fejlesztése felé fordultam. Tehát sokkal többet jelent az, hogy mennyire kezeljük, amit a nyugati világban szerintem már akkor ők is elkezdték, hogy hogyan kezeljük azokat az érzéseinket, amelyek megjelennek. Az érzéseinkről nem tehetünk, a viselkedésünkről igen. Tehát, hogy ezek az érzések milyen viselkedéseket váltanak ki bennünk. És én már ott is így fogtam fel azt a kis csapatot, együtt voltunk egy kisvárosban, tulajdonképpen együtt éltük a napjainkat, tehát úgy volt, mint egy család igazából. Mondjuk én voltam a kápótot, ütti kápi. Tehát úgyhogy, de ebben fontosak voltak azok a kötődések, azok a dolgok, és nyilván mindenkinek nem kellett megfelelni, de leginkább önmagnak igen. De most akkor jól értem, akkor most semmilyen feladatot nem látsz el a következő szezonra? Mert ez azért nekem hihetetlen meglepő, megmondom őszintén, mert az, hogy mit tudom én, nagyobb klubnak a vezető edzőssége az adott esetben már talán nem feltétlenül a célpont, de hogy azt látom én Magyarországon, hogy sok fiatal edzőt próbálnak elindítani, több-kevesebb sikerrel, inkább kevesebbel, tehát az edzői szakmát neked nem kell mondani, azért nagyjából ugye megszerzel egy tudást, de ott tudsz fejlődni a hibákból való tanuláson keresztül. Tehát sok elrontott meccs, sok elrontott szezon, sok elrontott csere, attól lesz valaki jó edző, és egy ilyen fejlődési folyamatban szerintem a te tapasztalatod az aranyat érhet olyan edzők mellett, vagy klubok mellett, ahol egy ilyen tipikusan egy ilyen szaktanácsadói körben tudnál segíteni, és engem ez hihetetlenül meglep, hogy erre senkinek nincs igénye, amikor azt látom, hogy azért rengeteg klubnál férfinői szinten igencsak hiányzik az a tudás, amivel előrébb lehetne lépni. Nézd, teljesen egyetértek, már nem abban, hogy engem észre kellene venni, hanem abban, hogy,
hogy a fiatalok edzőkkel beszélgetni kell, meg annak idején én is, mikor fiatal edző voltam, még le is írtam, hogy miket rontottam el. Természetesen a következőn is elkövettem belőle, tehát nem azt jelenti, hogy akkor nem fogod. Csak egyet mindig hiszek, hogy rizikót kell tudni válni egy meccsre, mikor kell belenyúlni, mi azok a sarokpontok, amikor változhat a mérkőzésnek a folyama. Tehát akár a te stílusodtól, viselked megváltozott dolgottól, a taktikai belenyúlásodtól, tehát minden olyan dologtól, amit ők éreznek rajta. Tehát valahol van az a rezonancia, amit meg kell érezni egy játékosnak is. Úgy gondolom, hogy az működik. Tehát ebben nagyon fontosak azok a tevékenységek, amely esetleg tudja az ember, hogy egy kicsit most higgadtabban, most egy kicsit energikusabban kell dolgokat végrehajtani, vagy esetleg utána végbeszélni olyan dolgokat, hogy mik voltak azok, amik elmaradtak bizonyos helyzetekben, esetleg a hét folyamán miből adtunk többet, miből kevesebbet, mert a taktikai periodizáció az egy nagyon fontos a kézilabdában, de ugyanakkor van egy stratégiai dolog is, főleg a fiatalabb játékosoknál, hogy milyen későbbi dolgot tudunk elérni, tehát hogy annak milyen lépései vannak, amit a héten meg kell csinálni. Igen. Most ehhez kell az optimális edzés számot megtalálni, a terhelés ritmusát, de az a problémám, hogy én úgy látom, hogy a minimalista maximalizmus elve működik, ezt Dunajvásban tanultam meg benne, hogy minimális és a maximálisan kaszáljunk. Na most a játékos erre hajlamos, ha te nem ambicionálod őt. Mert ugye én vallom, hogy a siker ez az ambíció a legnagyobb beugró. Ha nincs ambíciód, akkor nem lesz soha sikeres. Ezért térjünk vissza Attila Vodot, mert mi nagyon jókat szoktunk vitázgatni, most nem tudunk, mert 100%-ig egyetértek azzal, amit felvetett, és ha nem ő mondta volna, akkor én, és a számomra is döbbenetes. Mert ráadásul te nem vagy az egóbomba erőszakos edző, mert azt még értem, hogy egy olyan típus nem akarnak egy fiatal edző nyakára vinni, mert akkor az leterrorizálja. De most nem akarok neked udvarolni, de te egy nagyon kellemes partner vagy, tehát pont tényleg azt a szerepet, nem is értem, hogy nem töltöd be sehol, hogy tényleg konzultán, mert sok mindent lehet zsigerből csinálni, de a rutin meg a tapasztalat az egyszerűen az megfizethetetlen kincs. És egy 20-30 éves edzőnek abból biztos, hogy nincsen. És ezért furi tényleg, hogy ezt senki nem igényli, hogy ezt átadja valaki, hogy beszélgess vele időnként, hogy elmondod csak az észrevételeidet, aztán azt fogad meg belőle, amit akar. De ebben biztos, hogy nagyon, nagyon sok minden lenne szerintem is. Ezt priváte azért csináltuk, és Szegeden, amikor voltam, volt edző kollega, aki bejött folyamatosan, konzultáltunk, vagy itt Békéscsabán is Békés dolgozott edző, aki igényelte, tehát akár megnéztem dolgokat, meccseket, akár videón, vagy beszélgettünk problémáról, menedzselésről, hogyan kellene a kézilabdában az ő csapatát sikeresebbé, meg egyáltalán őt fölépíteni. Tehát milyen módon lehet ez. Nyilván az én látásmódom, azt mindig mondtam, hogy ugye az ítéletnek van három oldala, amilyennek gondolom magam, amilyen vagyok, meg amilyennek látom, láttatnak. Tehát azért az is fontos, hogy milyennek látszol. Tehát és az, te lehet, hogy azt gondolod, hogy azt fogod képviselni, de mégse az látszik rajtad, vagy nem az jön le. És ezeket úgy privát megcsináltam, vagy megcsinálom most is, akik vannak ilyenek, akikkel beszélgetünk, vagy idősebb edző kollégákkal. Mert ők már nem a tapasztalatra van szükség, hanem arra, hogy jókat beszélgessünk, meg jókat nosztalgiázunk, meg egy kicsit azért a jelenben is gondolkodjunk. És akkor te úgy érzed, hogy ez alapvetően az edzők felől jön, ez a nem igény, hogy így mondjam, vagy inkább a klubok nem gondolkodnak ilyen dolgokba, mert most nyilván veled beszélgettünk, meg ez egy eklatáns példa, de azért tudnék 3-4 olyan edzőt mondani a korábbi generációkból, akik szintén idézőjelben munkanélkül vannak, vagy feladat nélkül, és azért el lehetne képzelni, hogy hozzá tudnának tenni, és talán az lehet az oka ennek, hogy az edzők között azért van egy olyan fajta féltékenység, hogy majd én azt jól tudom, nehogy már az öreg beszóljon itt nekem, hogy mit kell csinálni. Elég sokat vártunk, hogy végre elmenjenek az öregek, most aztán eljött a mi időnk, de ez valójában nem egy jó szemlélet szerintem az edzőknél, mert tényleg ez egy annyira tipikusan olyan munka, ahol a tapasztalatból lehet tanulni,
hogy kár veszni hagyni ezeket a tapasztalatokat. Egyébként a Mocsai Lajos is sokszor eszembe jut e tekintetben, hogy gyakorlatilag a kézilabdának azt a szakmai részéből ő is teljesen kívül áll most már, amiből biztos, hogy nagyon sokat át tudna adni a következő generációknak. Hát valóban így van. Én úgy gondolom, hogy az edzőkollégák megosztottak, bár ugye edzők mindig megosztóak vagyunk, tehát valamilyen szinten, tehát ilyen szempontból. Tehát van, aki úgy gondolja, hogy már ő kész van, de ez abból jön, hogy nem ismeri fel azt, hogyha tanítást vállal, vagy valakinek a más embernek a fejlesztésre, neki folyamatosan tanulni kéne. Tehát ez úgy nem megy, hogy az ember csak úgy azt hitte, hogy amit megvolt, az jó, ez fejlődik, az ember mindig átalakítja egy picit, egy fél mozdulatot, egy fél tempót, tehát ez ugyanígy van a játékosnál is, ahogy minél tovább kitolják, te Attila gondolom tudod, hogy akkor egy kicsit a saját kondíciónak kell változtatni azt a technikát, ami ott volt, vagy éppen a kapus stílusa, ahogy jött a befejezése, vagy a védő stílus, akkor egy picit változtatni, ami a tiéd volt, amivel tudtál operálni. Tehát úgy gondolom, hogy ez fontos, és az edzők részére még talán, én úgy gondolom a klubvezetésnél van egy sajátos dolog, tehát nyilván én elfogadom, tehát ugye a anyagi források erőteremtése sokkal nagyobb energia, mint ugye erre fajta energiát fordítsanak. Tehát valahol azt érzem, hogy egy ilyen, meg valóban van egyfajta félsz is attól, hogy akkor belekotnyereskedik, pont amit mondtál, hogy látott már karom varjút, tehát tud bizonyos dolgokról, esetleg véleménye van, azt el is mondja. Na most szerinti a vezetők nem nagyon szeretik ezeket a fajta attitűdöket. Meg lehet, hogy most az is megfordult a fejemben, ahogy itt hallgattalak titeket, hogy persze lehet, hogy attól is félnek egy kicsit titkon, hogy jön 2-3 vereség, vagy 4, és akkor... Na jó, van, akkor beütetjük az öreget, hát ha jobban tudja, és akkor nem kell nagyon gondolkodni. Jó, de ezzel együtt szerintem ez egy tök jó működő modell lehetne, úgyhogy furcsa, hogy nem. Nekem egyébként van még egy fejlővésem ezzel az egésszel kapcsolatban, és most bocsánat a kifejezésért, de hogy ilyen vérek tanácsa szerűségre is, ahogy Attila és a Lajost is említette meg, még tényleg nagyon sokan vagytok szerintem, akik borzasztóan sokat tudtok a kézilabdáról, és pont most éljük azt az időszakot, amikor valamit kicsit változtatni kéne, bele kéne nyúlni, hogy egy kicsit irányt változtassunk a kiválasztásban, ebben, abban, biztos, hogy lennének jó gondolataitok szerintem. Tehát érdemes lenne ezt a tudást valahogy hasznosítani, ezt a tapasztalatot, ami nektek van. Mondjuk ez a szövetségnek lenne a dolga szerintem, hogy egy ilyet létrehozzon, mert túl sok szürke állomány van parlagon. Én is így gondolom. Annak idején volt egy kezdeményezés, még összegyűltünk, ezt egy elit munkacsoportnak nevezte el Zsiga Gyula. Ott pontosan arról beszélgettünk, hogy esetleg mik azok a kitörési pontok. Ugye ez azt hiszem 2019 környékén volt. Tehát, hogy egy picit mert ugye én úgy gondolom, hogy 10 évenként a kézilabda változik, tehát generálisan. Egyrészt a szabályok is változnak, mert általában belesik 2 olimpiai ciklus. Tehát ugye a 20-as, mindig azon kellene gondolkodni, hogy a következő évtizednek mik azok a profiai játékos vonatkozásban, edzői karakter vonatkozásában, amire fókuszálni kellene. Tehát ezt én egy nagyon fontosnak tartom. Tehát most már az lenne a lényeg, hogy a következő évtized prototípusát úgymond megnézni. És múltkor hallgattam egy Hajdó Jánossal történt beszélgetés, és a genomikát, azt hiszem, András, te feszegetted, hogy a genomika szintjén van már a sport. Tehát a genomika, tehát a génnek a tudomány meghatározza, hogy neked mi kell, mitől leszel jó. Tehát ugye ez a tökéletes katona idézőjelesre hajaz, tehát a tökéletes kézilabdázó. Bár tudjuk, hogy soha nincs tökéletes, mert minden ember más genetikumú, más alkotó, más rendszerű, az ki kell találni. Tehát nincs egy, van egy vezető mozgásvonal, tehát egy úgynevezett mozgáslánc, amit mindenki tud, de mindenkinek mások a paraméteri, más a habitusa, ahogy ezt ő elő tudja adni. Tehát én úgy gondolom, hogy itt már, mikor én kapitány voltam, már akkor e felé, és úgy az ember kacsingatott, hogy a genomika terén, tehát megvizsgálni azt, hogy kikből lehet az a
aki ezt a küzdős csapatjátékot, mert azért hangsúlyozom ezt a két szót, mert hogy nem egyénileg küzdesz, hanem csapatba. Tehát, hogy neked azt a feladatot hogyan kell. Ugye most kedvenceim ezek a farkasos könyvek, és ugye, hogy a farkasvalka, hogy az alfától egész a feláldozhatóig, tehát a bétán keresztül, a tesztelőn keresztül, a diffúzőrig, aki föláll, aki leteszteli, aki kell feláldozza magát, hogy a falkába rend vegyen. Tehát valahol fontos az, hogy ebben, hogy valaki alkalmas-e arra a szerepkörre, ami ott lesz. Igen, ez abszolút, azt hiszem, hogy meghatározó már így a modern sportban, meg a kézilabdázásban is, hogy ezeket a tudományos dolgokat be kell építeni, viszont azért azt gondolom, hogy azért a kézilabda, mint csapatjáték, azért mindenféle újdonság ellenére bizonyos dolgokban sosem változik. Hát azok, amik egy csapatnak a lelki világában, egy struktúrában működtek 30 éve, 40 éve, 50 éve, azok ugyanúgy működni fognak most is, hogyha valaki tudja, hogy mik azok. Tehát az is egy zsákutca, hogy elmenni oda, hogy mindent megmérünk, akinek jók az adatai, abból jó kézilabdázó lesz, a másikból meg nem lesz. Ez szerintem abszolút nem így van. És amikor itt legutóbb, nem tudom, a Final Four-t a nőknél mennyire figyelted. Igen, figyeltem, igen. Azért, ha megnézed ennek a Vipersnek az összetételét, ha nem ismernéd úgy a játékosokat, csak úgy megnézed az embereiket, meg a többi csapata összehasonlított, biztos nem azt mondanád, hogy a Vipers a legjobb csapat, egy Vahirjevával, egy Jerzsapkovával, meg egy Robertszel, akik azért jók úgy papíron, de azért nem a tökéletes katonát nem róluk mintáznád meg, és mégis ők játszották a legjobb kézilabdát, és mégis ők nyertek, de ezt mondhatnám a dánokra is azért egy Gidzerrel, vagy egy Pitlikre alapállásból nem feltétlenül azt mondanád, hogy ezt a játékost kell nekem mindenképpen kiválasztanom. Tehát van egy olyan része azért a kézilabdának, ami mindig is a játék marad, és ahhoz pedig az edzőknek a tudása és az érzéke, hogy kit kivel, hogy játszasson, mit kérjen tőlük, hova helyezze a hangsúlyokat, ez nagyon fontos továbbra is, és talán a modern edzői brigádból ez egy kicsit hiányzik, mert ők is azt gondolják, hogy akkor majd kiválasztjuk ezeket a szupermeneket, összerakjuk őket, mondunk egy modern taktikát, hogy a beálló körül kettőzzünk, amit marha egyszerű ugye elmondani, de utána, hogy ebből hogy lesz egy jó csapat, azért az nem olyan egyszerű. És e tekintetben is tényleg hiányérzetem van, hogy a magyar kézilabdában azok az edzők, akiket lehet szeretni, lehet nem szeretni, lehet kritizálni, de hogy tapasztalatuk van, az teljesen megkérdőjelezhetetlen, és nem használjuk ki. Tehát tényleg említettük ugye a Lajost is, de a Kovács Péter mindig eszembe jut ebből a szempontból, aki tényleg egy nehéz egyéniség, de hogy mindent látott már, ami a kézilabdával lehetséges, az egyértelmű. Tehát ezeket az embereket talán valamilyen módon be kéne vonni abba, hogy azt a tudást vissza tudják csatornázni a magyar kézilabdába, ami azért lehet, hogy hiányzik. Hát igen, az élet olyan, mint a hegymászás, minél magasabbra jutsz, annál tisztában látsz és értékelsz, mondta ugye Anonymous, én csak elloptam tőle, de az igazság, hogy valóban, tehát kell azért bizonyos dolgokat megmászni ahhoz, hogy rá tud látni a dolgokra, és én azt hiszem, amit mondtál, én még azt hozzáfűzném, hogy a játékszenvedély az, ami harmóniát teremt. Na most ezekben, amit mondtál a Vipersnél, ez a játékszenvedély teremtett harmóniát. Tehát ott ezt lehetett rajtuk érezni, tehát minden pillanatában. Na most ehhez nyilván kellett a Gezniknek az a stílusa, az a habitusa, az a testbeszéde, ami ugye sokszor szoktuk mondani, hogy a testbeszéd erősebb kommunikációs forrás, mint amit én most konkrétan mondok. És még egy dolog, ami nagyon tetszik, hogy ugye azok a panelek, amik itt most működnek, hát mi ezt ezer éve játszottuk, hát te is hármas kínaikat nyomtunk, olyan megoldásokat azok, amik kifele a kereszt, mi külső keresztnek hívtuk, ugye a hátsó kerülések, a befele a különböző helycserés, a panelek, az összes elzárásokkal történő kombinációk. És hát ugye volt, én ma is vallom, hogy van három klasszikus stílus, a svéd,
az orosz és a délszláv, a jugoszláv, de ezek keverednek. Most a spanyol iskola, amit te mondasz, az abból jön, hogy a Dulce Bajevet meg a Csepkint odavitték. A Dulce Bajev olyan, aki labdát elviszi innentől 15 méter jobbra-balra, a Csepkint meg olyan, mint a hegy ott áll, és az nehéz megkerülni, csak fölívelik neki, ha nem tud vele mit csinálni, azt már abból hogy hívják van. Tehát ezt hozták 96-ban, és a spanyolok ugye nem voltak eredményesek. Odavittek amerikai kosár, mert én mindig azt mondom, hogy ők kézikosárlabdát játszanak, oda vitték amerikai kosaros edzőt, és ő két gyakorlatot csinált egész alatt, és annak a lebontását, a szekvenciáit, és minden frankon fölépített, és ebből ilyenek megkeresik azokat az embereket, akik erre jók, és ezt csinálják. Ugye lehet mondani, hogy az irányítónak a szélre való védekezésbe való elrejtése. Tehát ezt a Bengt Johansson remekül megcsinálta Magnus Andersonnal, hogy az egyszerű, a klasszikus játék, az összes játék még mindig az, amit ők játszottak, hihetetlen zseni volt a Benga, tehát fantasztikus mozgásokat tudott hozni, és tökéleteseket csinált. Úgy gondolom, hogy a délszlávról pedig az egy-egyek. Ugye mai kézlabda mérték az egy-egyek megnyerése. Ahogy te ezeket meg tudod hozni, azt egy jó elzárással, egy elmozgással, átmozgással már realizálni tudod. Igazából egy picit talán az, ami mostani játékban, ugye a szélsők akár második beállóra való átállás utáni helyzet behozása, illetve állnak sokat a szélen, tehát gyakorlatilag az a szélső egy-egyek, amiből egy leforgás, egy cselezés, tehát az teljesen kivesztett. Igen. Igen, én úgy gondolom, hogy ez előbb-utóbb azért vissza fog jönni, meg hát van egy dolog, én amit mindig azt mondom, hogy mi magyarok sajnos nem szeretünk futni, tehát egy álló kézilabda, és ez a 7-6-os játék, meg ezek a gyors középnek, már se tudjuk, hogy honnan mi, a lépésszabálynak a liberalizálása, ez nekem agyamra megy, az időszabálynak a liberalizálása, a 3-mas, tehát a klasszikus 3-as, ugye a 3 másodperc, a 3 lépés, azok nem működnek. Tehát itt valahol ez a játékszabály olyan keszekusza lett, hogy gyakorlatilag azért mondtam, hogy ehhez ki tud jobban alkalmazkodni. Az aktuális játékvezető felkészülés, hát olyan elképzelhetetlen ítéleteket hoznak egy-egy szituációra, amit nem is hiszünk el. Te is egy már kommentálod, hogy ez hogy a fenébe történt. Tehát nem tudjuk, hogy látja. És ugye tudjuk, hogy mindig azért ez a látásmód meghatározza, hogy milyen mederbe megy a küzdelem. Na hát, ahogy így azért hallgattalak, ez felért egy ilyen alapfokú edző továbbképzéssel. És másrészt látszik tényleg, hogy mennyi gondolat és tudás van a fejedben. Laci, még annyit azért árulj el itt a beszélgetés végén, hogy jó, most hazajöttél a nyaralásból, hogy mivel töltött ki a napjaidat? Most már azt hallottam, hogy a farkasokkal nagyon képben vagy, az meg hegymászás is, szóval akkor elmentél egy kicsit ilyen természetismeret irányba? Hát igen, kertészkedek itthon, kiskutyáimat sétáltatom, ők ugye nem farkasok, hát a feleségemmel, és hát azért jókat olvasok meg, hát azért, hogyha van készabb esemény, azt azért követem. Na hát figyelj, én azért nagyon remélem, hogy hallgattak, láttak minket illetékes helyen, és akkor valaki esetleg elkezdi vakargatni a fejét, hogy hát itt van ez a skala, hát azért mégiscsak van némi tudása a birtokában, de biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb be fog esni ez az ajánlat, legalábbis nagyon szurkolunk érte. Köszönjük szépen, hogy beszélgettél velünk, és akkor élvezd ki még a nyár hátralévő részét. Én is köszönöm, szervusztok!